Felvételen az idei első fekete gólya megérkezése a Gemenci erdőbe. A madár hatalmas száncsapásokkal landolt a bekamerázott fészekbe március 2-án reggel 4:48-kor. A következő videón azt látni, ahogy a madár gajjal a csőrében miként lejt körbe-körbe a fészekben, anélkül, hogy lerakná azt. Idén egy kicsit vontatottan indult a dolog, megérkezett, eltűnt, aztán visszajött, egy kicsit rendezgette a fészkét, de nem túl nagy lelkesedése, aztán eltűnt egy hétre, most a hét elején pont az egyik reggel itt egy gólyapár körözött a fészek fölött. Csontos Péter azt mondja, eddig egy gólya tért csak vissza a fészekbe, közel fél óráig rendezgette és takarította azt, majd feltehetőleg élelem után nézve elrepült. A szakemberek sem tudják teljes bizonyossággal megalapítani a nemét, és az sem, hogy ez az állat ugyanaz, mint amelyik a korábbi években itt fészkelt, mivel a madarak nem viselnek gyűrűt. Nagyon reméljük, hogy az történik, hogy megérkezik előbb-utóbb a párja is. Ugye most még egészen szokatlanul kevés fekete gólya érkezett meg, ezen a március 14-15-16-án ilyenkor szoktak a gemenci gólyák itt nagy számban, szinte teljes létszámban feltűnni a fészkeik körül. Csontos Péter azt mondja, az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy a gólyák befoglalják a fészket, megjelennek a tojások és kikelnek a fiókák. Ez már a 9. év, hogy figyelik a fekete gólyákat a gemenci erdőben. 2013 óta ebben a fészekben összesen 31 tojást raktak a madarak, a kirepült fiókák száma pedig 13 volt.